Balkoni TV Budapest, sziasztok! Itt állunk a MIPA tetején ismét, én Dénes vagyok, és mellettem áll Tóth Gabi és Népi zenekara, sziasztok! Sziasztok! Nagyon humoros kedvemben vagyok, bohócot reggeliztem. Na hello! Örülök, hogy itt lehetek, köszönjük szépen a meghívást. Eljöttem a drága zenekarommal, és dalpremiérként elő fogjuk adni a legeslegújabb dalomat, aminek az a címe, hogy Szabad akarat, úgyhogy egy kicsit másabb stílusban, de fogjátok sok szeretettel, remélem tetszeni fog neked is. Alig várjuk, táncolni fogunk a szélén. Oké. Na, Zsasi, úgy. Bravo! Hát ezt itt nagyon lehetett az energiát érezni innen hátulról is. Fényel, be is pörögtem, ilyenkor nagyon nehéz állni. Alig bírom beszélni, ilyenkor. Úgyhogy állíts, ha le valamit csinálj velem. Ragd ide az újat, kérlek. Küldök neked egy kis nyugtató energiát. De nekem is nagyon nehéz egyébként, mert annyira bepörögtünk itt hátul, miközben előadtad. Hát én nem tudom, hogy így a napon, hogy... így a napon ez hogy bírod. Nem tudom nem észrevenni, hogy tulajdonképpen mi egymagasak vagyunk. Ugye? Hogy tudsz ilyenkor egyébként? Hát nyilván olyan nagyjából ekkora vagyok. Hát figyelj, belső lábélen állok, a latin táncoknak köszönhetően megtanultam magas talpú és magas sarkú cipőkben táncolni és járni, úgyhogy megtiszteltelek titeket ezzel a szép cipővel, és ide jöttem benne a MIPA tetejére. Köszönjük szépen, miénk a megtiszteltetés. Igen. Viszont ez a dal is egyébként merőben más, mint amiket eddig megszokhattunk tőled. Ez egy stílus
stílusváltásnak a kezdete? Ez konkrétan egy stílusváltás, így van, de valójában mindig is ezt a stílusú zenét helyeztem és előtérbe a lelkemben is, és az egész lényemben, és nagyon örülök, hogy végre fejlődtem annyira, és megértem annyira rá, hogy egy ilyen csodálatos dallal itt lehessünk, és bemutathassam ezt az új dalt, úgyhogy tényleg boldog vagyok. És a további célok most esetleg ezzel a stílusváltással, amit egyébként valóban talán mi is közelebb érezhetünk hozzád, legalábbis én személyesen mindenképpen, esetleg egy új cél is, hogy fesztiválos fellépések meg hasonlók is jöhetnek most már ezen túl? Abszolút, nagyon szeretnénk a fesztiválokra bekerülni, nyilván ez a cél is, úgyhogy szeretnék annak a közönségnek is valamit adni magamból, mert nagyon fontos a folyamatos megújulás, és én abban a hitben vagyok, hogy így egybefogni az embereket, és mindig adni valami újat, mert azatunk egy folytában fejlődni, új szokásokat felvenni és régieket letenni, úgyhogy vannak még más projektek, beatboxos projektek, Kid meg Nicholson néven nyomunk egy projektet F-Man beatboxossal, és ezt a stílust is szeretnénk megmutatni az embereknek, hogy két mikrofonnal milyen csodálatos zenéket lehet gyártani, úgyhogy nyomjuk, mint állat. Hát akkor Gerendai Károly, Tóth Gabi, köszönjük szépen! Ajánljuk szeretettel, és így köszönjük, van, hogy itt voltál. Hello. Balkoni TV Budapest, köszönjük szépen Tóth Gabinak és a srácoknak. Így van. Puszi, szavaztok! Jövő héten találkozunk. Sziasztok!